A Pécsi Dózsa az Európai Városok kupájában előbb a román Craiovát ütötte ki, majd a második fordulóban érkezett az angol Newcastle United FC. A pécsiek az első idegenbeli meccsen kikaptak, de az 1970. november 4-én több mint 20 ezer néző előtt rendezett visszavágón 2-0-ra nyertek, Máté János góljaival, majd 11-es rúgásokkal kiharcolták a továbbjutást is. Ezután a legendás sorozat zárásaként a Juventus ellen is pályára léptek. Megismertek, óriási örömmámor volt, de egyébként még a mai napig is emlékeznek, nagyon sokan megállítanak, és még emlékeznek arra a mérkőzésre, az idősebbek főleg, amikor a Newcastle-t búcsúztattuk ebből a kupából. Egy emlékezetes tévémeccs volt, 11-esekkel, hosszabbítással, úgyhogy az emberekben megmaradt ez. Nyomon követtem a csapatot, nagyon-nagyon sajnálom, hogy most csak NB3-ban van, de én minél előbb NB1-be várom vissza a Pécs csapatát, úgyhogy különösebb kötődésem a Gyulai Grosics Akadémiát vezettem, mint kollégiumvezető, aztán utána onnan, mint testnevelő tanár, az idejével mentem nyugdíjba, úgyhogy most már nem foglalkozom különösebben, aktívan a futballal. A Pécsi labdarúgás napját Páva Zsolt korábbi polgármester javaslatára november 4-ére tűzte ki az önkormányzat. Páva Zsolt köszöntőjében elmondta, hogy szeretnének létrehozni egy múzeumot a pécsi labdarúgás erekéinek, melyek közül egy igazi ritkaságot be is mutatott, méghozzá Konrád János 6-os számú mezét, amit a játékos a legendás diadal alkalmával viselt. Az ünnepségen részt vett Péter Attila polgármester is, aki elmondta, hogy az új városvezetés büszkén folytatja a Pécsi labdarúgás napjának megünneplését. Azért tartom fontosnak, mert ugyanúgy nekem a legtöbb pécsinek fontos a pécsi labdarúgás, nyilván a jelenje, a múltja is, és még fontosabb a jövőképe. Úgyhogy azt gondolom, hogy minden olyan labdarúgó, aki ehhez hozzájárult a múltban, olyan ikonikus szereplő, akik ma itt vannak, megérdemlik azt, hogy akár a jelenlévőkre, akár pedig az elhunytakra emlékezzünk, hiszen nagyon komoly teljesítmény áll mögöttünk, és ezt minden közösségnek illik megünnepelnie. A labdarúgás, azt kell mondjam, nem a kedvenc sportágam, viszont követtem, mindig is követtem, már gyerekkorom óta édesapámnak köszönhetően jártunk ki az akkori Pamacs meccsekre, és szurkoltunk. Az utóbbi években elsodort az élet, de nagyjából egy éve már ismét nyomon követtem, és szurkolok a pécsi csapatnak, és látom a jelenlegi komoly sikereiket is. Az ünnepségen külön köszöntötték az idén kerek születésnapi évfordulót ünneplőket is. Kezdettől fogva, amikor elkezdtem, akkor gyakorlatilag Szőcs Jánosnak voltam a szánsegéde, hogy így mondjam, ugye, meg a Zborai Gabi, hát ezek a régi szép időkből említenék egy-két nevet, ez időpontban volt 78-tól 80-ig, és hát sok fiúval, sok játékossal tartjuk a kapcsolatot most is, többek között, hát elsősorban azokkal, akik szintén voltak ott edzők, vagy pályaedzők, ezen kívül rengeteg játékossal, akik most már korosabb emberek, jó a kapcsolatom. Hosszú Zolival, aztán kiket mondjak még, a Karcsia. Van egy unoka Budaörsön, és oda sokat megyünk ki föl, tudod? De amikor tehetem, most éppen megbeszéltem itt a fiúkkal, ketten-hárman kijárunk a meccsre, holnap kimegyek a meccsre. Nagyon sokat fejlődtek, és nagyon szépen játszanak, nagyon drukkolok nekik, hogy maradjon meg ez a forma. Tavaly emlékműdíjat is alapított a Pécsi Labdarúgás Nagyjai Alapítvány, amit először dr. Dunai János, korábbi kiváló válogatott játékos, olimpiai bronzérmes labdarúgó kapott, idén pedig Garami József mesteredzőnek ítélték oda, aki betegség miatt nem tudott részt venni az ünnepségen.